Itt vagyunk a parlamentben, ahol arról kérdeztük a politikusokat, hogy előállhat-e olyan helyzet, amikor egy politikus hazudik a választóinak. Én nem tartom helyesnek ezt, és nem állhat elő. Kisdobosként, úttörőként elmondtuk, hogy nem szép dolog hazudni, tehát azt gondolom, hogy ilyenek nem szabad történnie. Hazudni vagy nem tudni előre megfelelő információt, és emiatt ez hazugságnak tűnik, az nem ugyanaz. Most nem tudom, milyen konkrét. Ez most egy általános kérdés. Nem, és mindig el kell kerülni azt a szituációt, hogy hazudni kelljen, teljesen mindegy, hogy politikusról van szó, vagy átlagemberről. Hát a hazugság általában nem elfogadható. Tehát úgy gondolom, hogy hazudni, ahogy ezt a Deák már megmondta, sem az újságíróknak, sem a politikusoknak nem tanácsos. Hát bizonyára van ilyen, hiszen ennek számtalan esetét feljegyezte a politika történelem. Például? Hát a legegyszerűbb és a sokak által még mindig eleven emlékként élő Gyurcsány Ferenci, hogy nevezték ők? Őszinteségbeszédnek? Igazságbeszédet, ami szerintem pont nem az igazsággal szólt. Az elfogadható esetleg, hogyha az ember nem bontja ki az igazság fonalát teljesen? Hát, hogyha Gyurcsány Ferenc értelemben veszük, akkor nem elfogadható. És milyen értelemben elfogadható? Igaza van semmilyen értelemben. Gyurcsány Ferenc igazat mondott az őszinte beszédben. Az az egy magyar rendszerváltás történetének legfontosabb beszéde, ami ott pontosan az igazságról szól. De azt mondta, hazudtunk éjjel-nappal. Az a rendszerre vonatkozik, egy rendszer hazugságra vonatkozik. Ami arról... Gyurcsány Ferenc nem hazudott, csak a rendszer. A rendszer hazudik. Mennyire jellemző ez a magyar politikára, hogy igazat mondanak a politikusok? Hát fogalmazzunk finoman szólva, úgyhogy nem jellemző. A valóságnak különböző árnyalatai vannak. Ez az a kérdés, hogy mit nevezünk hazugságnak. És ön személyesen mindig igazat mondott a választóknak? Igen. Igyekeztem. Mindig igyekeztem elkerülni azokat a szituációkat, hogy hazudni kelljen, de a választópolgároknak nem hazudok. Most azért fogalmaztam ilyen őszintén, mert lehet, hogy a feleségem is nézi a műsort. Ön sose mondott valótlanságot. Én nem hazudtam a választóknak, legjobb belső meggyőződésem szerint mondom a véleményemet. Olyanról tud, hogy egy pártárs esetleg hazudott volna? Nem tudok ilyenről. Én remélem, hogy nem. Szerintem nem. Önök azóta is az igazat mondják, és Gyurcsány Ferenc is, és nem fordult elő, hogy valaha hazudott volna bármelyik politikus a DK-nak. Nem értennénk. Nem volt egyfajta hazugságként felfogható, hogy a Jobbik az ázbírságra kapott adományokat elkampányolta? A Jobbik azért kapta ezt az adomány tömeget, ezt a 102 millió forintot, hogy az utolsó történik küzdjön az Orbán rendszerrel szemben. Igaz az, hogy Orbán Viktor ugye 2006-ban a CNN-nek nyilatkozta, hogy ő még sose hazudott a választópolgárnak, hogy ön szerint a mai napig igaz? Igaz. Soha senki nem hazudott az ön tudomása szerint. Hát honnan tudjam azt? Tehát honnan tudjam, hogy valakinek a mi zajlik a belső pszichéjébe? Tehát hogy viselkedik egy ilyen helyzetbe? Hát csak mondjuk Rogán Antal letagadott egy helikopterezést, az mondjuk elég nyilvánvaló. Köszönöm szépen.